Sok lehetőség van a tanórán kívüli elfoglaltságra a diákoknak a Széchenyi István gimnáziumban. A művészi kibontakozásra ott az énekkar, a Helikon díja színjátszókör és a fotószakkör. Utóbbira járó tanulók munkáiból nyílt kiállítás a Gimi Szivacs galériájában. És egy pár éve van többek között ez a lehetőség a Szivacs galériában, amit most is megélhetünk, ugyanis van egy igen híres fotoművész a városban, Csikós Árpád. Nagyon régóta volt arról szó, hogy a gimiben induljon egy fotószakkör, csak amikor először erről beszélgettünk, én úgy gondoltam, hogy ennek az iskolának semmilyen feltétele nem adott a gyerekeken kívül, az érdeklődő diákokon kívül, ahhoz, hogy itt egy eredményes szakkör működhessen. De ő teljes szakmaiságát, meg minden lehetőségét felajánlotta az iskolának. Tehát én úgy gondolom, hogy ennyi év után, és ennyi díj után, amit a gyerekek elhoztak az ő irányításával, mi úgy gondoljuk, hogy nálunk mesterré vált. Bár még csak néhány éve működik a fotószakkör, az ötlete már korábban felmerült. Egy 93-ban érettségizett tanítványom, aki egy világhírű média szakértő egyébként, ő tanított az Árpáddal együtt az egyetemen, akkor még főiskola volt, és ő vetette fel először, mert ő is amatőr fotós, és több kiállításán voltam már. Például egy nagyon különleges volt az Ozalasz Kulturális Házban, az attasé is ott volt, tehát egy különleges világa van, úgy hívják, hogy dr. Fehér Katalin, és ő ajánlotta, hogy van egy ilyen művész tanár kollégája, aki az egyetemen tanít vele, és már akkor felmerült. De tényleg olyan pörgésben volt akkor az ember, hogy úgy nem volt az a rálátás, hogy valóban meg lehet teremteni itt ennek a feltételeit, és eltelt egy pár év, és a véletlen úgy hozta, hogy én is megismerkedtem személyesen az Árpáddal, akkor mondta, hogy hát azokat a technikákat, amelyek szükségeltetnek ehhez azért nem technika nélküli kihívásokkal bíró szakkörhöz, azt tudja biztosítani, vagy segíteni tud ebben, és így indult el. Azóta pedig folyamatosan szorgoskodnak és tanulnak a fiatalok Csikós Árpád fotoművész kezei alatt. Munkájuk csodás eredményét pedig most mi is megtekinthetjük a gimiben. Az úgy kezdődött, hogy én zsűriztem egy Fejér megyei diáknapokon Székesfehérváron, és akkor azt láttam, hogy a dunajvárosi pályázóknak a munkája az meglehetősen gyenge. És akkor azt gondoltam, hogy kellene ezen fejleszteni, és ezt a korosztályt kellene mindenképpen valamilyen módon a vizualitás irányába terelni, és akkor megkerestem a gimnáziumot, és igent mondtak. Változó a létszám, általában 8-10 fő a kemény mag, akik hétről hétre részt vesznek a szakköri foglalkozáson. Gyakorlatilag minden pénteken találkozunk délután, az órák után, és ez nem kifejezetten csak fotózás, bár elsősorban fotószakkör, de én úgy adtam vissza, hogy őnek ez inkább terápia. Tehát nagyon jó közösség összetartó, közösség formáló ereje van, és azon túl, hogy fényképezni megtanulnak jól, meg formálódik a látásképük, de azon túl az emberekhez, meg a világhoz való hozzáállásuk is nagy mértékben változik. Erre a tárlatra nem volt koncepció. Mindenki azt a képét adta be, amit a legjobbnak gondolt, és persze a szakkörön készített. Nincs kiválasztott téma. Tehát olyan, ami nem korhatáros, azon belül minden. Tehát portré, épület, divat, tárgy, makró, tehát minden, ami a vizualitást átöleli, és nekem nagyon fontos az, hogy ne csak technikát tanuljanak, hanem látásmódot is. Tehát másképp tekintsenek onnantól kezdve egy fotóra, amit korábban esetleg nem úgy néztek volna. Vannak olyan képek, amelyek már díjat nyertek, és vannak, amik jó eséllyel indulnak pályázatokon. A csoportos kiállításon 10 alkotó képeit lehet megtekinteni.